Különleges vendégművészt hívtak nagypéntekre a soroksári református templomba. A junior primadíjas tímására népdalénekekkel színesítette ezt az alkalmat. Milyen koncerteken, fellépéseken vett részt, mit lehet tudni a szakmai múltjáról? Én a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végeztem népének szakon, és a mastert is ott fejeztem be tanári diplomával. A zenekarok, amelyekben közreműködök, az elég sokrétű. Mindenhol az autentikus népi éneklést preferálom, illetve tehát, hogy az van előtérben, valamint vers megzenésítést is szoktam énekelni a Sebő Együttes tagjaként, ami nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy velük lehetek, hiszen nagyon jó szakemberek, és hát ők indították el a Tánchez mozgalmat, úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy velük énekelhetek. Van saját vonós zenekarom is, ahol autentikus népzenét játszunk a Kárpát-medence népdal kincséből, igyekszünk minél többet előhozni. És vannak világzené együttesek, amikben éneklek, ilyen például a Forgó, a Folks zenekar, Dalinda, ez egy a kapella ének együttes, és hát mindig ahova hívnak, oda megyek énekelni, közreműködni, nagyon nagy szeretettel. Ebben az évben milyen fellépései lesznek és hol? Elég sok fellépésem lesz mostanában, szerencsére. Amit kiemelnék talán, az Szentendén a Borbély műhely. Ez április 5-én lesz, és ilyen megtiszteltetésben még nem volt részem, ugyanis Borbély Misi meghívott vendég előadónak a klubjába, és egy jazz zenekar fog kísérni. Egy érdekes kísérletezés lesz ez, valamint a Sebő Együttessel is koncertezünk többfelé az országban és külföldön is. Ma nagy péntek van, mit jelent ez ön számára, milyen gondolatokat ébreszt önben? Hát ugye nagyon nehéz erről beszélni. Nagy péntek magával értetődően egy eléggé nehéz történés, viszont én mindig előre tekintek, és már a feltámadást is megélem benne. Nagyon gyönyörű népdal kincseink vannak, amik megőrizték ennek a napnak a történetét, és előszeretettel szeretem ezeket énekelni, és hát az az igazság, hogy ilyenre még nem volt példa, ami ma lesz, hogy egy pasióba ezeket elénekelhetem, és hát nagyon kíváncsi vagyok, mert eddig mindig a gyülekezet tagjaként élhettem át a pasiót, és hát mindig nagyon megrázó ez az élmény, és nagyon nagy gondolatokat ébreszt. Úgyhogy remélem, hogy nem fogok elérzékenyülni, és sikerül méltóképpen helytállni. Milyen kötődése van a református egyházhoz? Hát szerencsés vagyok, mert sok lelkész rokonom van. A nagyszüleim is lelkészek, és a nagynénik, nagybácsik, nagyon sok rokonom lelkész, úgyhogy nem áll messze tőlem ez a világ. A pasióról mit tudhatunk általában, illetve a mai műsorról? A mai műsorban úgy lett megszerkesztve, hogy lesznek több szólamú kórusművek, valamint a Biblia, az énekeskönyvnek a dalait fogjuk elénekelni orgona kísérettel, és hoztam erdélyi Kallós Zoltánnak a gyűjtéseiből mindenféle népéneket. Kis Péter lelkipásztor a pasióról beszélt, és arról, milyen gondolatokat ébreszthet ez egy hívő emberben. A kereszténység legnagyobb ünnepét üljük ezekben a napokban, hiszen a húsvét az a kereszténység legnagyobb ünnepe. A feltámadottat dicsőítjük ezekben a napokban, és tudjuk, hogy nincsen húsvét nagypéntek nélkül, nincsen szenvedés nélkül, nincsen Jézus Krisztus kereszthála nélkül igazán ünnepünk. Ennek a legnagyobb üzenet az emberiség számára kettős. Egyrészt nagypéntek azért a legnagyobb ünnepünk, mert Isten ekkor oldotta meg a bűn kérdését a kereszthalállal, Jézus Krisztus áldozatának az elfogadásával. Húsvét pedig az örök életünk felől biztosít bennünket, tehát az ember számára azért a legnagyobb ünnep, mert arról biztosítja, hogy van örök élete, van feltámadása, van új élete, és nem csak ez a földi léte az, amivel számolnia kell.
Azt mondom, hogy a mi gyülekezetünk életében ez egy különös ünnep, hiszen az énekkarunk, a zenei életünk annyira felfejlődött így 5 esztendő alatt, hogy hálásak vagyunk azért, hogy minden egyes esztendőben nem csupán igével, ige hirdetéssel, szokásos istentisztelettel magasztalhatjuk Istent, hanem a saját szolgálatunkkal, énekszóval. És külön öröm számunkra, hogy Tímás Áram elfogadta a meghívásunkat, és ő is ezen az alkalmon együtt szolgál velünk. És valóban a legnagyobb ünnepben, a legnagyobb kérdésünkben, a bűn és a halál kérdésnek a megoldásában örvendezhetünk, és így kívánunk minden, nem csak hív embernek, de minden magyar léleknek áldott feltámadás ünnepet, hogy ebben az ajándékban mindenki részesülhessen. A nagypénteki istentiszteleten Weiner Legeza Luca, negyedéves lelkészszakos hallgató hirdetett igét. Majd a passiót hallhatták a hívők Máté evangéliumának szövegével, a református énekeskönyv énekeivel, Kallusz Zoltán által gyűjtött népdalokkal. A művet a református egyházközség Osváth Viktor énekkara adta elő, a vendégművész Tímás Sára junior prímadíjas népdalénekes volt. Vezényelt Osváth Zoltán karnagy. Kedves Jézus, a Get us.